2002 óta ad otthont a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ a Gondolatok a Könyvtárban értelmiségi találkozó című előadássorozatnak, amely mintegy 13 éve szeptembertől májusig minden hónap harmadik csütörtökjén tartja összejöveteleit. A találkozókon a meghívott előadók között közéleti személyek, politikusok, tudósok, gondolkodók, művészek szerepelnek, akik különböző előadásaikban a jelenkor sokunkat foglalkoztató kérdéseiről, témáiról szólnak, és alkalmat teremtenek a gödöllőiek közötti párbeszédre is. Az elmúlt években olyan témakörök jelentek meg az előadássorozatokon, mint a magyarság helyzete a Kárpát-medencében, illetve Európában, a lelki egészség megőrzése a globalizálódó világban, a társadalmi megújulás forrásai, vagy a történelmi tudat, a nemzeti hagyomány és a nevelés kapcsolata. A találkozó dr. Heltai György egyetemi tanár vezetésével zajlik minden alkalommal a könyvtár rendezvény termében. Hiszen ebben a tanévben már csupa fiatal embereket hívtunk eddig, és kivéve talán Bucsi doktort, aki örök ifjú, de hát én is törekszem arra, hogy mióta itt 13 éve csináljuk ezt a értelmiségi találkozó megújítását, hát közben valahogy rajtunk is, az alapítókon is, vagy az akkori staféta átvevőköd is egy kicsit eljárt az idő, és hát keresem az ifjabb nemzedéket, mert hát, hogy mondják el ők, hogy mit gondolnak a jövőről, és az új nemzedéknek kell itt helyt állni majd. Az értelmiségi találkozó keretein belül legutóbb dr. Heltai János Imre előadásán vehettek részt az érdeklődők a Városi Könyvtárban. A Károli Gáspár Református Egyetem magyar nyelvtudományi tanszékének adjunktusa a moldvai magyarok ezredforduló utáni beszédmódjairól végzett kutatásait, eredményeit, tapasztalatait osztotta meg a hallgatósággal. A fiatal nyelvész 2001 óta több gyűjtő úton járt Moldvában, hogy az ott használt nyelvet tanulmányozza. Olyan 50 ezer ember van még ma Moldvában, aki magyarul beszél. Ezt úgy kell elképzelni, hogy idős és középkorú emberekről van szó. Fiatalok egyre kevésbé, egyre ritkábban. A fiatalok között sokan vannak olyanok, akik értenek, de nem beszélnek, mert ők már nem úgy nőttek föl, hogy magyarul beszéltek otthon a családban. Az utolsó falvakban is 15-20 éve megtörtént az a nagyon fontos és döntő, és a magyar nyelv szempontjából szomorú fordulat, hogy elkezdtek a gyerekekhez román nyelven beszélni. Tehát ma már, én ugye most a nyáron találkoztam egy családdal, aki a 10 éves gyermekeit még magyarul szocializálta, de hát ez az elmúlt 5 évben az egyetlen család, nem nagyon lehet olyannal találkozni, aki magyarul beszél a gyerekeivel. Az a praxis, hogy egymással a felnőttek magyarul beszélgetnek, a gyerekhez pedig románul szólnak. Ennek persze messze menő következményei vannak, erről még majd szeretnék ma este beszélni. Egy darabig ezek a gyerekek, akikhez már nem magyarul szólnak, még megtanulnak magyarul, hiszen hallják apjukat, anyjukat, nagyanyjukkal úgy beszélnek, de ők azért az már nem ugyanaz a nyelvi kompetencia, mint amikor kiskortól magyar nyelven szólnak hozzájuk. Szóval bőven lehet még fiatalokat, 20-as éveikben járó gyerekeket, sok faluban 10-es éveikben járó gyerekeket is találni, akik értenek magyarul, és el is lehet velük beszélgetni. De ezt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy az, hogy a kicsi gyerekekhez magyarul szóljanak, ez egy nagyon fontos sarokkő ebben a folyamatban, és ezen már minden moldvai falu túl van ma. Összehasonlításról még azt is odaírtam, hogy 230 ezer körül van a római katolikusok száma Moldvában. Ez azért érdekes, mert ugye aki római katolikus Moldvában, az magyar nyelvű volt valamikor. Jelentős részük egyébként már a 19. században elrománosodott, de 1980 óta gyorsult úgy fel ez a folyamat, és indult be, aminek a végét csak sejteni lehet. A román nemzet ugye 150 éve egy nagyon következetes és hathatós politikával próbálja őket elrománosítani. Néhány év
az 50-es években volt néhány év, amikor lehetett magyarul tanulni Moldvában, se előtte, se utána soha nem volt magyar iskola Moldvában. Magyar nyelvű misézés, vallásgyakorlás, magyar nyelvű lehetősége soha nem volt Moldvában. Szóval ez egy nagyon szilárd és kemény nyomás, és hát ehhez képest ugye Magyarország próbál az 1990-es rendszerváltás után magyar tanítást szervezni, lobbizni annak érdekében, hogy lehessen magyar nyelven igét hirdetni Moldvában, de hát ezek elszórt és sokkal kisebb erejű próbálkozások, bár nem eredménytelenek. Dr. Heltai János Imre arról számolt be, hogy a felmérések szerint beszédmódjuk alapján a Moldvában élők három csoportba sorolhatók. Mindig, amikor én azt kérdeztem Moldvában, hogy na és milyen nyelven beszélnek maguk, problémákba ütköztem, mindjárt mutatom majd a példákat. Mindig azt mondják, hát beszélgettünk, mind csak úgy, ahogy mi beszélünk. Mindig a beszélés volt a középpontjában, és sohasem a nyelv, ez az egyik. Olyan kategóriát természetesen használnak, hogy románul, meg egy olyat, hogy tiszta magyarul, vagy ritkában azt mondják, hogy igaz magyarul, és azt mondják, hogy mi csángósul beszélgetünk. Szóval három kategóriát használnak, és ezt szeretném elrendezni, hogy ezzel, amikor ők ezt mondják, akkor mire gondolnak. Mert hogy nem egyértelmű, hogy a román, talán még az a legegyértelmű, de hogy a tiszta magyar és a csángós között mi a különbség az ő fejükben, ez tulajdonképpen az én Kárpát-medencei gondolkodásom számára, hát ezt az utóbbi egy évben kezdem el így gondolni, ahogy most, és addig nem nagyon értettem, hogy mit jönnek mindig ezzel a csángós beszéddel, amit hol külön nyelvnek tartottak, hol ugyanannak a nyelvnek, teljes zavar van róla. Mit és amit maguk beszélnek, kérdezzük, azt a nyelvet hogy hívják maguk? Magyarnak vagy csángónak? Vagy hogyan nevezik? Mire azt mondja a válaszadó, hogy hát nem is csángó magyar, magyar csángó inkább, mert inkább magyarul beszélgetünk. Szóval ez volt az egyik jellemző tapasztalat, hogy teljes zavar keletkezik, amikor magyar és csángó nyelvről próbálunk velük beszélgetni. Nagyon jellegzetes válasz, hogy fele magyar, fele román. Vagy azt mondják, hogy korcsitúra, hogy valami összekevered, vagy valami korcs a kettőből, vagy azt mondják, hogy fele-fele. De hát közben, amikor ők ugye csángósan beszélnek, az az én szememben egy magyar nyelvjárásként jelenik meg. És hát ugye ez a probléma, ez megvolt, megvan, és az idén, amikor mentünk, az innen következő szövegek már újak, és mi többek között ezt is próbáltuk kideríteni, hogyha nem így kérdezzük őket, hogy a román nyelv, a magyar nyelv, hanem hogy hogyan beszélnek itt, és milyen ez a csángós beszéd, akkor kijönne valami. Az előadó több hangfelvételt is lejátszott, illetve felidézett a gyűjtő útja során folytatott beszélgetésekből, melyekből már pontosabb megközelítést kaphatunk arról, hogy a moldvai magyarok mit is érthetnek a csángós nyelv, csángós beszéd alatt. Mi a különbség ebben a tiszta magyarnak? Mi a, hát vannak beszédek. Van beszéd, amelyeket nem tudjuk mit mondani, vagy nem értik ők annyi. De milyen beszéd ez a csángós? Miben más az, mint a magyar? Hát más van, még mondunk egy beszédet, majd románul, mint a csángó. Sokkal azért mondják csángó. Hogy még egyszer mondja, ezt nem értettem. Hogy vannak beszédek, amelyek jön, mint mikor románul mondjuk műk, és akkor magik értik egyetképpen. Értem. Szóval a csángós beszédben van román beszéd is? Ha, kamúgy, egy-egy beszéd, úgy kicsi. Egy-egy beszéd most így. Igen, értem. És akkor abból az a csángó. De itt az iskolában csángósat tanítanak a gyerekeknek, vagy tiszta magyart? Tiszta magyar tanítanak. És akkor a gyerekek, ők egyébféleképpen beszélnek, mint maguk? Egyébfélén. Mi a tudnak tiszta magyart, és mit tudom, ott még van egy-egy beszéd, tiszta magyar. Volt olyan, hogy maga, vagy a gyerekek mondtak egy magyar szót, és maga megkérdezte, mi az? Kérdeztem, hogy az megfeles, akkor krumpénak, mit mondjuk, pityóka, goluskának, annak a káposztásnak, mit mondjuk goluska, ők mondják káposztás. Hát igen, azok magyarul. Azt mondja, hogy azok nem, az öregek nem csángósan beszélgetnek, hanem azok magyarul.
és ezt nagyon határozottan mondja. Azok magyarul beszélnek nekünk. Van egy öreg asszony, 80 éves, románul nem ért, nem tud beszélni románul. De úgy magyarul kérdezzük, ahogy itt a faluba, vagy úgy, ahogy Magyarországon, csak nem fejezzük be. Erre azt mondja, hogy nem mind itt a faluba. Szóval ez megint nagyon érdekes volt, hogy eddig mindig jött a csángós beszéd, és most az öreg kapcsán azt mondja, hogy mi csángósan beszélünk, de az öregek magyarul beszélnek. De akkor mit jelent az, hogy most tisztában beszélgetnek? Ezt nem értem teljesen, ez máig így van egyébként. Hát azért, mert mink csángósul beszélünk. Vannak kimenvel, sokan ott vannak, már mint Magyarországon, dolgoznak, sokan vannak letelepedve, jönnek haza kis jánykákval, és akkor az édesanyukák tanulnak tőlük magyarul. Mármint itt azt hiszem, hogy ez azt jelenti, hogy a nagymamák tanuljuknak tőlük magyarul, akik ugye egyébként otthon hát csángósan vagy magyarul beszélgetnek. De ami csángósan van, az nem tiszta? Csángós, csángós. Nem, csángós. Csángós, az tiszta nekünk, de kendel beszélek, lehet, hogy sokat nem ért belőle, ahogy nem tiszta magyar csángó. És akkor még azt teszik hozzá, hogy sok beszéd talál románul, mikor beszél csángóul. Esze-vissza van. Hát amit itt ugye a legérdekesebb, ez ez, hogy az öregek magyarul beszélnek. És tulajdonképpen ezek azok a szövegek, amik kapcsán kezdek gyanút fogni a tekintetben, hogy ez valami olyasmit jelenthet, hogy amikor azt mondják, hogy az öreg magyarul, aki nem tud románul, az az, aki egynyelvű. És a csángós beszéd az pedig egy olyan magyarul való beszéd, ami a kétnyelvűségben való beszélésre utal, tehát arra, amit ők nem kétnyelvűségnek tartanak, hanem a normális élethelyzetüknek, de érzik, hogy ez valami más módú beszélés. És nem attól más módú tulajdonképpen, mert vannak benne román jövevényszavak, vagy vannak benne tájszavak, hanem attól, hogy ez a transzlingválós beszéd, ez a kétnyelvűségben való beszéd. Mindig is feltűnő volt, hogy a moldvai csángók nem szomorúak amiatt, mert elveszik a magyar beszéd náluk, hanem ez teljesen természetes folyamatként élik meg. Az elején nem beszéltem róla, de voltak olyan idézetek, hogy ugye, hogy nem nyelvek vannak, csak nyelv van. És az ember a maga beszédjét azt mindig egy egységnek éli meg. És hogy most az egy kicsit más, mint 30 éve volt, az ő nem veszteségként éli meg, hanem úgy tekint rá, mint a beszéd módjának a megváltozására. Nincsen ilyen fajta tudatosság, hogy van egy nyelv és van egy másik nyelv, és áttérünk az egyikről, és ezt észrevesszük, és áttérünk a másikra, hanem van ez a természetes beszélési egység, és abban ez nem artikulálódik így, hogy hoppá, most mi megcseréltük a nyelvünket. Ez itt a Kárpát-medencében így artikulálódik, mert mi gyerekkorunktól kezdve ebben gondolkodunk, hogy az egyik nyelv és a másik nyelv, de az ő számukra ez egy természetes folyamat. Szóval azt hiszem, hogy ez a felfogásuk hiába természetes a magyar nyelv beszédmód megtartásának Moldvában tulajdonképpen nem kedvez. Az előadás után a hallgatóság számára lehetőség nyílt hozzászólni, kérdéseket feltenni a témával kapcsolatban.